spirituális kérdésekre keressük a választ a Híd gyülekezete lelkészeivel és szakértő vendégeinkkel. Keresztény szempontok, értékrend, világnézet, érvek és ellenérvek. Hitköznapok. Minden hétköznap déltől és este 19 órától itt a Hit Rádióban. Hitköznapok. És ahogy ígértem nektek, a nőnap aktualitása révén a nőkkel fogunk ma foglalkozni. Császár Enikő szerkesztőnk találta ki, vagy az ő ötlete volt az, hogy foglalkozzunk egy picit a női szerepekkel, hogyan változott ez az elmúlt évtizedekben, miben mások most a női szerepek a feladatok napjainkban, milyen elvárások és kihívások vannak a nők előtt, erről fogunk beszélgetni. Úgyhogy köszöntöm kedves vendégeimet, Szobota Orsolya lelkész itt van velünk a stúdióban. Üdv mindenkinek, Fierita. Szekeres Katalin pedig itt van velünk a vonalban, ő médiában dolgozó szakember. Szervusz! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Szia, Kati! Sziasztok! Na és akkor kezdjük egy picit a nőnappal, hogyha nem bánjátok. Mennyire kell ezt nekünk ünnepelni, mi az eredete ennek az ünnepnek? Ki találta ki azt, hogy a nőkkel kell ilyenkor ünnepet a számukra készíteni? Ugye azt mondtam el a BED-ben is már, hogy 1917-ben alakult meg a nőnap, és egy picit el is gondolkodtam, hogy 1917-ben hogyan gondolkodhattak vajon a női szerepekről, és miért tartották vajon ezt fontosnak? Nem tudom, ti mit tudtok erről, Orsi? Hát az 1800-as évek végén kezdett el ez így kialakulni, tehát akkor bontogatta a szárnyait. Ezek a női mozgalmak ugye alapvetően a nők szavazati jogáról szólt, illetve hogy csökkentsék a munkaidőt, vagy pedig, hogy hadd dolgozhassanak a nők. Nyilván sok száz év, több ezer év is eltelt, úgyhogy a nőknek nem volt igazán szerepük így előtérben, tehát nem a karrier volt az elsődleges számukra. És hát itt az 1800-as évek végén ugye ezért tüntettek, ezért szerveződtek mozgalmakba, hogy legyen szavazati joguk és a munkaidővel kapcsolatos. Egyrészt, hogy lehessen karrierjük, másrészt pedig, ha már van karrierjük, akkor a munkaidő ne legyen olyan hosszú. És akkor nyilván ez jutott el 13-ban és 17-ben odáig, hogy ugye az első nőnapot megünnepelték. Köze van a munkásmozgalomhoz is, tehát ez inkább egy ilyen baloldali jellegű ünnep, amit ugye a szocialista-kommunista rendszerben abszolút kötelező jelleggel kellett ünnepelni, mindenki szorongatta ki sóvirágcsokrot, meg az egyéb virágokat, mindenki kapott egy szép vörös szegfűt, így a régi múltban, ha valaki erre emlékszik. Tehát erre nagyon odafigyeltek, hogy a nőnapot méltóan megünnepeljék, de egyébként valljuk be, nem esik rosszul szerintem egy szálvirág vagy egy csokorvirág senkinek. Így van. Kati, te hogy éled meg ezt a nőnapot? Te szereted, hogyha ebből az alkalomból gondolnak rád, mi a véleményed erről a napról? Hát én már több éve ugye dolgozom, és eddig minden munkahelyemen erre kiemelt figyelmet fektettek, tehát mindig kaptunk valamilyen virágot. Most egy multinacionális környezetben dolgozom, ahol ezt egy kicsit tovább gondolva, ilyen külön tematikus programok vannak szervezve, akár olyan, hogy a nőknek a munkahelyi környezetben mit tudnak segíteni, vannak ilyen öltözködési stílus tanácsadások, ilyen tematikus filmnézés, és természetesen itt is így a virágköszöntés megvan, tehát hogy abszolút szerintem a mai világban egy munkáltató erre odafigyel. Na és akkor gyorsan kanyarodjunk is rá a témánkra, mert az időnk kevés, és ez a téma is, hát mondhatnánk, hogy megér bőven egy órás beszélgetést. Ugye hogy az a témánk, hogy hogyan alakultak a női szerepek mondjuk az elmúlt évtizedekben, vagy az elmúlt száz évben, ha esetleg, de hát ezt nem próbáljuk meg áttekinteni, mert akkor tényleg hosszúra nyúlna ez a műsor. Orsi, te mit gondolsz, mi az a legfőbb változás, ami mondjuk egy ma élő nőnek, aki mondjuk most megy férjhez, most alapít családot, kihívás a régi korokkal szemben? Hát ha a régi korokat úgy számítjuk, ami így a női mozgalmak előtt volt, akkor ugye a legnagyobb változás az, hogy a nők is munkába álltak, és ők is elkezdték szépen építeni a karrierjüket. Nyilván ez is nőtől függ, személyiségtől függ, hogy ki mit szeretne elérni, vagy ki mennyire nagy étkű vagy képes, vagy ambicionált, így van. Tehát abszolút elfogadható ma is, hogyha valaki nem szeretne különösebben nagy karriert építeni magának, vagy nem szeretne más csinálni, mint amit ő úgymond kitalált, hogy ő feleség és anyuka szeretne lenni. Ugye az elmúlt évezredekben, évszázadokban ez volt a fő
primér foglalkozás a nőknek, hogy feleség és anya, és tulajdonképpen ezekkel a munkásmozgalmi, női mozgalmakkal elindult folyamatok ugye ezt segítették elő, és egy kicsit olyan ez, mint az óvodai alvás, hogy az ember nem szeret aludni oviban, de aztán utána már később minél jobban vágyik rá, hogy bárcsak lenne egy óra sziesztám. Nagyon-nagyon vágytak a nők arra, hogy dolgozhassanak és karriert építhessenek. Most meg már egy kicsit szerintem ott vagyunk, hogy ez már megvan, ez adott, és mindenki saját lehetőségeikhez képest vállal munkát, és szeretne karriert építeni. Most pedig sokszor inkább a nők arra kacsingatnak vissza, hogy de jó lenne egy kicsit otthon lenni, de jó lenne egy kicsit nyugiba lenni, de jó lenne csak egy kicsit anyukának lenni, hogy ne kelljen emiatt aggódnom, hogy hogy megyek vissza szülés után dolgozni. Egyébként Magyarországon nagyon jó a szabályozás, tehát ahhoz képest, ami a világban van, ha körülnézzünk, akár Amerikában, akár Nyugat-Európában, nagyon sokáig otthon maradhatnak az anyukák a gyerekekkel, és ez nagyon jó. Tehát akár még, hogyha tehát 3 éves korig otthon lehet maradni, és ez kiemelkedő, és szerintem az európai és az egész világhoz képest, ugye Amerikához képest is, hogy csak pár hónap, 1-2 hónap, sőt, hát azt hiszem, hogy mostani hír, vagy a heti hír, hogy van olyan telekommunikációs cég, aki még az apukáknak is ad szülési szabadságot, tehát nagyon próbálnak segíteni így a gyerekvállalásban, ami nagyon pozitív. Tehát ami a fő változás, az az, hogy lehet karriert építeni, szabad a vásár, előtte a tér, és csak rajta múlik, hogy mit szeretné, és hogy szeretné alakítani az életét, a sorsát. De hát ez ugyanakkor azért nehezebb is, nehezebb terep, mert mind a két dolognak meg kell férnie.